Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit! Remélem, jól vagytok! Én ismét itt vagyok az én kiskonyhámban, mint minden héten. Ma szeretnék nektek készíteni egy tésztalap receptet, hogy megkönnyítse a munkátokat, ne kelljen keresgetni a receptek között, hogyha egy lazanyát szeretnétek készíteni, vagy akár egy széles metéltet, szóval ebből a tésztából nyugodtan bármilyen tésztát el tudtok készíteni, fogjátok majd látni a videóba. Főként a lazanya alaptésztára szerettem volna gondolni, és akkor ez egy friss tészta, és akkor bármikor el tudjátok készíteni, most már jönnek lassan az ünnepek, és akkor bármilyen finomságot lehet belőle készíteni, amit szeretnétek. Akkor nem is szaporítom tovább a szót, hanem mutatom lépésről lépésre, oké? Most pedig elkészítem a gyúrt tésztánkat, teljesen egyszerűen egy alaptésztát készítek, ahány tojás, annyi 10 deka lisztet kell számolni, és egy csipetnyi só. Én most 5 tojásból készítem, és akkor egy fél kiló lisztből. Én általában úgy készítem, hogy egy tálba teszem, de az asztalra is ki lehet tenni, kinek milyen a gyúrási technikája. Felverem a tojást, és akkor szépen körbe-körbe veszem hozzá a lisztet, és akkor amikor már egyre jobban sűrűsödik, egyre jobban összeáll a liszt a tojással, akkor ilyenkor már kiteszem az asztalra, és akkor elkezdem a gyúrását. És akkor amikor már a tálba nem tudom tovább gyúrni, akkor kiteszem a munka asztalra, a munkafelületre, és akkor tovább fogom gyúrni. De csak akkor, hogyha nagyon száraznak találjátok, akkor egy tojás héjnyi vizet hozzá lehet adni, tulajdonképpen csak egy korty vizet. Nem szabad többet, mert eláztatja a tésztátokat. Látjátok, én is csak egy kortyot tettem hozzá, de tényleg, vagy egy fél kortyot. Ez bőven elég, mert nem szabad, hogy több víz kerüljön bele. Akkor ilyenkor folpakkal lezárom, és akkor hagyom egy fél órát pihentetni körülbelül. Klasszul megpihent a tésztám, jó puha lett, amint látjátok. És akkor most kinyújtom a tésztát, most szépen kettévágom. És akkor még ketté vágom, szóval egy negyed részt nyújtok ki előre, mert így jól tudok haladni a géppel, mert elég vastag lenne, hogyha a felét nyújtanám át, és az nagyon-nagyon sok egyszerre. És akkor itt teljesen egyszerűen nem kell semmit komplikálni, lányok, fiúk, hanem teljesen egyszerűen minden egyes fokozaton átmentek egyszer. Nem kell kétszer, nem kell háromszor, minden egyes fokozaton átmentek egyszer. Nekem 0-tól 9-ig van a beállítási lehetőség, és akkor teljesen egyszerűen csak végig megyek minden, mindig szűkítem a hengereket, és akkor így fog a tésztánk vékonyodni. Amikor már annyira keskeny lesz a henger, hogy nagyon-nagyon nyújtja a tésztát, és hosszú, akkor ilyenkor el szoktam vágni, teljesen egyszerűen.
én ilyenkor, én ezt visszahajtom, mert akkor kapok egy nagyon szép szélességet, ami a cannellonira pont elég lesz. Majd fogom mondani tovább. És akkor én ezt így szépen még itt átlisztezem, és akkor ezt ebből lesz egy nagyon szép, hosszított téglalap, és még egyszer átnyújtom, biztonság kedvéért, hogy szép, vékony legyen, ez már az utolsó fokozatom, és akkor ez már teljesen tökéletes. Egy nagyon szép lapunk lett belőle, és akkor ez teljesen tökéletes a cannelloninak a betöltésére. Vagy pedig, ha nem szeretnétek cannellonit, hanem rakott lazanyát, akkor is tökéletes. Amilyen hosszú a tepsi, olyan hosszúra kell teljesen egyszerűen felvágni késsel ezeket az egyszerű kis lapokat, és már lehet is tölteni a rakott lazanyát. Ha pedig se nem cannelloni, se nem rakott lazanya, akkor pedig teljesen egyszerűen fel lehet vágni szélesmetéltnek, papardellének, és teljesen egyszerűen egy kis paradicsomos feltéttel, vagy éppen ami a ti ízléseteknek megfelelő. Oké? Hát nagyon remélem, hogy segítettem nektek ezzel az alaprecepttel. Szerintem klassz, mert akkor nem kell keresgetni a receptek közt, csak rákattintatok, és akkor megvan a egy alap tésztátok. Ebből kanólit, lazanyát, szélesmetéltet, bármit el tudtok készíteni, és ami a fontos, hogy attól függ, hogy hányan vagytok a családba, hogyha picit felezni szeretnétek, akkor a felét vegyétek, vagy a két tojásból, vagy három tojásból, teljesen mindegy. Tudjátok, hogy ahány tojás, annyi 10 dekaliszttel készül, szóval nagyon-nagyon egyszerű az alaprecept, és szerintem tökéletes. Én évek óta már ezt készítem, és a lényeg, hogy egy üzleti friss tésztával összesre lehet hasonlítani, mert így gyönyörű vékonyra ki tudjátok nyújtani a géppel, és hát fantasztikus íze van friss tojásból elkészítve, főleg aki szerencsés és jó kis falusi tojásból el tudja készíteni, hát az valami mennyei. Hát remélem, hogy jönnek most már az ünnepek, és hát remélem, hogy ez nagy segítség lesz nektek. Hát mit is mondhatnék, készítsétek a ti ízléseteknek megfelelően, finomabbnál finomabb ízeket próbáljatok ki, és hát mit is mondhatnék, bon appetito, sziasztok, találkozunk a következő videóban, ciao, 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 jó kis tésztagyúrást mindenkinek, ciao, ciao, ciao.